Akik önkéntesként segítettek a hangosítás megoldásában, abban, hogy a szórólapokat ki tudjuk időben nyomtatni, és világos sebességgel ezeket le is dobáljuk az összes postaládába. Köszönöm nekik, illetve Angidejnek is, hogy elvállalta a moderátor szerepét a mai két és fél órás folyamatban. És elkísérnám neki ezzel a szót. Megjelent képviselőjelöltet, polgármesterjelöltet, a falu lakosságát, a választópolgárokat. Örülök, hogy olyan szép számon összejöttünk, hogy szinte itt a jelöltek padján alig férünk el, de mivel azt mondják, hogy sok jó ember kis helyen is elfér, azért bízom annak, hogy itt is fog maradni, és ilyen közel fogunk egymáshoz kerülni. A legelőször ismertetném a fórum lebonyolításának a menetrendjét. Ezt a fórumot tervezetten két órára terveztük. Ebből a képviselőjelöltek bemutatkozására személyenként 3 perc áll rendelkezésre, így összesen durván 40 perc lesz. Ezen időtartamban beszélnek magáról, a programjáról, a jövőről. A beszéd sem a képviselőjelöltek, sem a polgármesterjelöltek esetében nem tartalmazhat személyeskedő provokatívat, a hang nem legyen visszafogott, méltó a kis közösségünkhöz. Személyeskedő magatartás, illetve időtúllépés esetén a szót meg kell, hogy mondjuk az illetőtől. A képviselőjelölteknek a megszólalási sorrendjét, a helyszíni sorsolással döntjük el, amennyiben ők beleegyeznek ebbe. Ez azt jelenti, hogy a Timea csinált egy sorszámozott 1-től 12-ig, mert 2-3-a hiányoznak, tehát őket nem kell belevennünk, illetve aki képviselőjelölt és polgármesterjelölt, és akkor csak a polgármesterjelöltek között kerülben hozzon. Egy borítékból fogják húzni, ez a megszólalás sorrendet fogja jelölni, és utána mindenki egyénenként fog szót kapni. A polgármester jelöltek bemutatkozásának sorrendje ugyanilyen szisztéma szerint menni. Itt a programbeszéd ismertetésére, bemutatkozásra mindenkinek 8 perc áll a rendelkezésére. A polgármester jelöltek bemutatkozásánál mindenképpen tartalmaznia kell röviden egy gazdasági programot, szociális tervet, egy gyors megoldást kívánva probléma megoldást, az elkövetkezendő 5 éves feladatokat, illetve az azon túlmutató következő 5 éves elképzeléseket. A mindezek lebonyolítása után, ugye durván másfél óra ellen már így elmegy, utána még lehetőség nyílik arra, hogy a választópolgárok a polgármester jelöltektől kérdezzenek, kérdéseket tehetnek fel. Itt szintén fölhívnám arra a figyelmet,
hogy ne legyen provokatív, ne legyen személyeskedő, mert erre nem fog válaszolni senki. Nem válaszolhat. Hagyjuk a válaszadást, a választást majd a 12-ére a szavazó urnánkhoz. Most a programmal kapcsolatosan lehet a kérdéseket akkor tölteni. Én ezzel át is adtam a Fínának a szót, hogy akkor próbálja lebonyolítani ezt a sorsolást. Én addig közben is. Én azért közben felsorolnám, hogy kik a képviselőjelöltek. Képviselőjelölt Alasztics Ervin, Andrus Gellért János, Burgus István, Tormányos Katalin, Kordós Tamás István, Kis Attila, Klaus Sándor, Knaus Adrien, Kolozsvári Attila Csaba, Kukorendi Norbert, Luka Zoltán, Bajor Károly, Simona Renáta, Takács Valós Judit, Takács Ferenc és Kóz Géza. Közülük Klaus Sándor, illetve Knaus Adrien nem tudott megjelenni. A Knaus Adrien munkahelyi elfoglaltsága miatt leírt a képviselői programját, és ennek ilyen programosan föl majd a képviselői jelöltek bemutatkozásának az utolsó momentuma lesz. A Pajor Károly és Tukorelli Norbert pedig a képviselő polgármester jelöltek között fogja majd a programját ismertetni. A polgármester jelölteknél rajtuk kívül a Lizánkné Vajda Lívia, illetve Markovics Ilona. Mikor szót kapnak, én szeretném, hogy mindenki a nevével kezdeni, hogy felismerje a hallgatósága a jelöltek. Én át is adom a szót az első. Köszöntöm, hogy megjelent választ a polgárat. Luka Zoltán vagyok, 42 éves nős, 3 gyermek édesapja. Rábaközi születésként rövid győri tartózkodás után 90 gondolással adtunk építési telket Köpényszeg utcában, majd 2001-től 13 év ezelőtt költöztünk a faluba. Azóta próbálok aktív tagja lenni a településnek. Gyermekeim mind a hárman ide jártak helyi óvodába és iskolába. Megpróbáltam őket emiatt is falu tiszteletére is, lakosainak tiszteletére és szeretetére nevelni. Tagja vagyok a helyi polgárok egyesületnek, aktívan részt veszek a tavasszal alakult Várnos-Szabadi Fejlesztési Egyesület munkájában. Egyik főszervezőként részt vettem a 1954-es Árvíz 60 éves évfordulójára rendezett kiállításon és megemlékezésen, illetve a többi eseményen is, Bölcsi Haló kirándulás, Pulcalapja tökosztatás, stb. Rendszeres véradóként segítem a rászorulókat, támogatom helyi sportegyesület és a iskolának a rendezvényeit, illetve részt vettem a múlt heti halfesztiválnak a szervezésében. Képviselőválasztásom esetén megoldandó problémákból egy párat felsorolnák, ami a 3 percben belefér. Mindenképpen átlátható és falulakosainak érdekes szem előtt tartó hivatal és képviselőtestetnek a felállítását támogatom. Iparterületi úton választásoknak a bevonását a falu életébe, ezen keresztül újabb vállalkozások idemozását, a helyi óvoda és iskola további támogatása beleértve a Kispajcsi iskoláit is, az önkormányzati utak további felújítását, a meglévő járdák és új járdák kialakítását a szükséges helyeken, nem minden áron, csak a szükséges helyeken, illetve a csapadékvíz elvezető rendszer választott időbelüli megvalósítását. Támogatom a meglévő és a közeljövőben létrehozandó közösségi terek funkcióvaló ellátását, beleértem ebbe a Széchenyi utca játszótérbeletti területnek a funkcióvaló ellátását, a hivatal üres helyiségeinek a feltöltését, illetve a Halamláb melletti területnek a melletti sétautnak a észszerű felhasználását.
Mindezt civil szervezetek bevonásával és pályázati pénzekből tervezem. A falu és a környezetnek a természeti kincseinek a bemutatását és a falunak a történelmi emlékeinek a bemutatását is támogatnám. A Duna és a környék, a falun átszelő csatornák bevonását a falu életébe. Gondolok itt Kerubocshoz és helyi lakosoknak a Dunához foglalók szervezését, stb. Illetve nagyon fontos, hogy tartom képviselők, hogy kerékpár barátként a Bálmaszabori és Győr közötti kerékpárnak a mielőbbi megépítését. Köszönöm. Szervezők készítettek ide az ablakba vizet, hogyha valaki szeretne, akkor pohár és víz található. Az élesem úgy hozta, hogy én már negyedszer állok itt van, hogy közönség előtt megmérettetésre vállalom. Az első szabad önkormányzati választások volt. Képviselő voltam, majd egy hosszabb kihagyás után az utóbbi 8 évben én is képviselője voltam a községnek. Azt hiszem elmondhatom, hogy a falubeli folyamatokhoz, a jelenleg zajló folyamatokhoz közökerülté van közön. Én úgy gondolom, hogy a falu nem homogén. Rétegcsoportok vannak benne, és én azt gondolom, hogy az a csoport, amihez én tartozom, ami eléggé széles és meghatározó a faluban, az nem árt, hogyha rendelkezik egy olyan képviselővel, aki belőle származik, mert mi teszi a képviselőt? A családi környezet, a tanulás, az iskolázottság, az a kör, amiben mozog, a hobbi, a kultúra, a vallás, a sport. Azt gondolom, hogy az a réteg, amiben én amihez hozzátartozom, meg igényli ezt a képviseletet. Tudva tudom azt, hogy egy önkormányzati képviselő nem egy szűk réteget képviselő, hanem az egész falu életét. De nem árt, hogyha az a réteg, amiből létezett a képviselő, az hangot és megszólalási lehetőséget ad. Én úgy gondolom, hogy az önkormányzati munka két nagy fő feladat fejezetből áll. Egyrészt a fejlesztések, másik pedig a működtetés. Működtetni a hivatal, az iskolát, az óvodát, ellátni a civil szervezeteket, támogatni a sportot, és foglalkozni a napi ügyekkel. Mi a legfontosabb ismérhető önkormányzati képviselőnek? Nem állítom, hogy én ezzel rendelkezem, de a jó indulat. Tudni hónapról hónapra, testületülésre a képviselők zöme nem fejlesztésekkel fog foglalkozni, hanem helybeli emberek ügyeivel. Ezeknek a megítélése, hozzáállás nagy részt az ember személyiségéből fakad. Én úgy gondolom, hogy tapasztalataim szerint szüksége van rám a falunak most ebben a rendkívül bonyolult helyzetben. Nagyon sok megfontolás és vívódás után döntöttem el ezt, hogy mégis indulok. Talán más azt gondolta volna, hogy most már át kell adni a helyet. Én úgy gondolom, kezdetben is úgy gondoltam, de azt gondolom, hogy nem szabad a fürdővízzel együtt a gyereket is kijönteni. A jelenlegi folyamatokat tovább kell vinni, a folytonosságot meg kell teremteni, ennek a kötelességét és súlyát érzem a vállaimon. A fejlesztéseket el fogják majd mondani, ismerem ezeket, mindenféle fejlesztés akkor fog megvalósulni, hogyha a képviselő testületben konszenzus és egyetértés fog kialakulni. Ha nem, szekértárulók harca fog a képviselő testületben történni, mert az meg fogja érinteni a képviselő testületet. Ne így legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Filmfelvétel készül az egész fórumról, kérem a tájárnást, hogy ezt, erről későbbiekben hangfelvétel is van, és filmfelvétel is későbbiekben ilyen többet erről fogok megcsinálni. Sok szeretettel üdvözlök mindenkit, minden megjelentet. Korsvárhely Attila vagyok. 5 éve költöztünk a most szabadulnak. 2 fiú gyermeket nevelünk. Nagyon nagy lelkesedéssel lettünk ennek a falunak a polgárai, és
nagyon tervekkel jöttünk ide a tartalomba. Nagyon sok pozitív élmény és körülmény, ami meghatározza a mindennapokat. Itt Vámos Szabad, én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó körülmények vannak Vámos Szabadén, nagyon jó adottságai vannak Vámos Szabadinak, és amennyiben lehetőséget kapok egyéni képviselőként tovább vinni azokat a hagyományokat, amiket Vámos Szabadi kialakított, azokat a létesítményeket, amikkel rendelkezik, akkor szeretném tovább vinni azokat a karbantartási, fenntartási munkákat, amik közül néhány, én úgy gondolom, hogy megakadt, befejezetlen beruházások, kisebb-nagyobb fejlesztések, amiket érdemes továbbiakban ápolni és befejezni. Gondolok itt sportpályára, gondolok itt a víziturizmussal kapcsolatos beruházásokra. Ezek nem feltétlen jelentenek nagy összegű beruházásokat, hanem egyfajta új hozzáállást, egyfajta az erőforrásokkal való erőforrásaival, és nem csak anyagi értelemben, hanem emberi értelemben is véve, egyfajta egyéni szerveződéséggel és kreativitással párosulva egy olyan fejlődési útra gondoltam, egy olyan fejlődési pályára, amiben nagyon sok dolog beleférhet. Beleférhet itt az említett víziturizmus, beleférhet az, hogy további vállalkozások jöjjenek Vámos Szabadira. Ennek érdekében meg kell oldani az ipari területnek a problémáit. Valószínű, hogy nem egy lépésben lehet ezeket a dolgokat megoldani. Több kicsi lépésre van szükség, nagyon sok pályázatra van szükség, a pályázat figyelés és a kreatív és a proaktív munka az úgy gondolom, hogy a képviselőtestületnek egy nagyon fontos ismérve. Szeretném azt, hogy egy olyan képviselőtestület jöjjön létre, aki egyrészt nyitott a polgárok felé, a polgárok jelenlegi megosztottságát úgy tudja kezelni, és úgy tud ezen javítani, hogy a nyitottságot okozza. És hogyha a polgárok látják, hogy ez a nyitottság ő feléjüknek van, én hiszem azt, hogy ezt viszonozzák. Úgy gondolom, hogy összefogással lehet egy ilyen kicsi település sikeres, és nagyon sok kreatív ötletet látok, és nagyon sok jó, megvalósítandó ötletet látok, amit ez a falu képes önerőből, illetve pályázatok motiválásából megvalósítani. Köszönöm szépen! Amivel hasznára tudok lenni továbbra is a közösségnek. És amikor ezt végig gondoltam, azt mondhatom, az önkormányzati munkám alatt megismertem a falut. Én nem laktam korábban a falun, de az, hogy bennünket itt befogadtak, sok-sok emberrel személyes ismerettséget kötöttem a programok folyamán, sok emberrel találkoztam, megismertem a problémáikat. Ugyanezt folytatódott a hivatalban. Láttam, hogy a hivatalhoz milyen kérdésekben fordulnak az emberek, tudok-e nekik segíteni.
szakkérzetnek az apanája. A polgármester úr közvetlen munkatársaként megismerhetem azt, hogy az önkormányzatnak milyen feladatai vannak, hol vannak a teljesítések, vagyis inkább a feladat megoldásának a határai, kikkel vagyunk kapcsolatban, szolgáltatókkal, testvértelepülésekkel, vállalkozókkal, közösségekkel, civil szervezetekkel. Ez mind-mind olyan tapasztalatot hozott, amit azt hiszem, hogy a jövőben érdemes lenne hasznosítani, amennyiben a képviselőtestület tagja leszek. A munkámhoz tartozott az is, nem csak a kulturális és közösségi rendezvények összejövetelek szervezése, hanem a pályázatok keresése is, minél több forrást találni. Ezek végül is a munkám során nem csak kulturális területen, hanem más fejlesztésekkel is foglalkozhattam. Megismertem ennek a gátlét is, és azt is, hogy mi az, amit még nem pályáztunk meg, amit érdemes lenne. Mindezeket összevéve vállaltam el a képviselő jelöltséget. És hát amennyiben mégsem kerül be a testületbe, elmondhatom azt, hogy tagja vagyok a Vámosz Szabadi Fejlesztésért Civil Egyesületnek, akkor ott folytatnám ezt a munkát, mert annyira megszerettem viszont a közösséget, viszont a munkát, hogy ezt nem szeretném abba hagyni. Köszönöm szépen, hogy elmondhatom. Ötödikként, szintén mikrofon nélkül, mert valószínűleg nem kell valaki hangosítás. Ambrus Gellért vagyok, a János elhagynám a történet, de nem nagyon használom, csak a könyvi történet. 2003-ban költöztünk a faluba, és két lányom van, 6 éves, illetve 10 éves, így jártak óvodába, és igazából sokakkal összehasonlítva szintén az árvízes menekültápot történet hozta elő belőlem a tenni akarást, és szintén tagja vagyok a Vámos Szabadi Fejlesztésért Egyesületnek, köztisztatás, mi volt tojásvadászat és egyéb ilyen rendezvények, amik talán új rendezvények voltak a faluban, de azt mondom, hogy érdemes ilyenfajta hagyományteremtő rendezvényekkel előállni, ami kicsit túlmutat azon, ami korábbiakban volt. A gazdasági részre visszatérve szinte mindenkinél elhangzott a pályázat történet. Igazából a pályázatos történet azért fontos, mert az állam egyre kevesebb pénzt biztosít a településeknek, az önkormányzatoknak, a községeknek, és a büdzsé egyre nagyobb, vagy a fejlesztési lehetőségek egyre nagyobb részét csak pályázati pénzből lehet megoldani. Ezért az egyik fontos feladat, úgy gondolom, az önkormányzatnak, hogy kialakítson egy olyan szervezetet, vagy olyan felépítést és olyan munkatársakkal együtt dolgozzon, akik képesek kihasználni ezeknek a pályázati lehetőségeknek a rendszerét, és ebből minél több pénzt hozni a falunak, amit aztán olyan dolgokra elkölteni, amivel a falu közössége leginkább egyetért. Tehát közös célokat meghatározni, és annak mentén végigvinni a ciklust, vagy akár olyan fejlesztéseket, ami túlmutat egy 5 éves perióduson, vagy bőven túlmutat egy 5 éves perióduson. A nagyon fontosnak tartom a sport életét, a fiatalok elfoglaltságát segíteni. Én szívem szerint nagyon szívesen látom, hogy lenne egy fedett, a betonpálya fölött egy fedett rész, vagy egy olyan fedett sportpálya, ami gyakorlatilag tornateremként funkcionál. Azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos előrelépés lenne az iskola, és akár az óvoda szempontjából, de a helyi fiatalok szempontjából is, hogy ez megtörténjen. Én azt gondolom, hogy az iskola és az óvoda fejlesztése nagyon fontos. Azt is gondolom, hogy az iskola és a kisbajcsi iskola kapcsolata, illetve kicsit közeledése az szintén fontos legyen, hogy akik innék tovább lépnek és nem Győrbe lépnek tovább, azok egy ilyen iskolába kerülnek Kisbajcson, amelyik iskolák ismernek, az oktatókat ismerik, a tanárokat ismerik, az iskola rendszerét ismerik. Három percben sok minden nem fér bele, de azt gondolom, hogy a közösség összetartó ereje tud olyan lenni, hogy adott esetben el tudjuk felejteni a korábbi sérelmeket, és én szeretném egy olyan testület lenne, amelyik megtartaná azt a jót, ami régről származik, ami rossz, azt nem kell felejteni, és olyan jó dolgot hozni a közösség életébe, ami lehetővé teszi, hogy a sok tenni akaró ember kifejtesse a tevékenységét, és ez legtöbb egy irányba mutasson. Nekem ez a szándékom, hogy bekerülnek a testületbe. Köszönöm szépen. Ha más nem, akkor egy szórólap formájában bizonyára
2008 óta vezetem a Bálmaszabadi Fagyépítő Közösséget. Én azt gondolom, hogy igazából ebben a három évben nem szeretném bizonyulni, hogy miért én vagyok a legalkalmasabb jelölt arra, hogy itt a képviselőtestületben részesedhessek a munkában. Én azt gondolom, hogy az elmúlt 18 év tükrében a választók el tudják dönteni, hogy alkalmasnak tartanak erre a feladatra. Én készen állok, hogy főnök úgy döntenek, akkor nagyon szívesen beleteszem a tudásom lelkemet abba, hogy Bálmaszabad fejlődjön és haladjanak a kijelölt és jó. Köszönöm szépen, mert tisztelt a figyelmet. Köszöntöm a fórum résztvevőit, Takács Ferenc, 64 éves független jelölt vagyok, 62 éve élek Bálmaszabadin, 2006-ig 30 éve dolgoztam a község közéletében. Most nem szeretnék gazdasági programot mondani, hisz a gazdasági programkészítés az a polgármesterek feladata, a képviselőnek az a feladata, hogy ezt támogassa, illetve a saját elképzeléseit próbálja beleépíteni ebbe a programba. Én inkább arról szeretnék beszélni, hogy túlzott reményeket nem szabad táplálni, hisz mindenki ismeri a 2020-ig terjedő EU-s támogatási rendszereket, ahol leginkább a kis középvállalkozások és a munkahelyteremtő vállalkozások kerülnek támogatásra. Lényegesen kevesebb pályázati lehetősége lesz az önkormányzatnak, ezeket kell megragadni, és úgy kell a fejlesztéseket kialakítani, illetve tervezni, hogy ne csak 5 évre szóljanak, hanem sokkal hosszabb távra, hisz a pályázatnak megfelelően azokat kell mindig elővenni, amire lehetőség is van, és fontos a településnek. Néhány olyan dolgot szeretnék kiemelni, mert nem szeretnék itt ismétlésbe bocsátkozni, ami nincs bent a polgármesterek programjába, illetve a képviselőjelölt társaival sem szerepel, a mai megjelent újság szerint. Elsősorban én azok mellett, amit leírtam, fontosnak tartom az egészségügy fejlesztését. Végig kell gondolni azt, hogy az 1600 lakos közül alig több, mint felének van itt a kártyája a házi orvosnál. Meg kell vizsgálni, milyennek a lehetősége, és a további lépést is meg kell oldani. Én úgy hiszem, hogy 1600 ember megérdemel annyit, hogy minden nap legalább napi 3 órás orvosi ellátás, orvosi rendelés legyen a községben, ezen szeretnék dolgozni. A másik olyan, ami az utóbbi időben fontos figyelmet érdemel, az óvodában kevesebb a beiratás, mint ahány óvodás korú gyerek van. Meg kell vizsgálni ennek is az okait, és lépni kell, hisz van egy bővített új, szinte új óvodánk, amit ki kellene teljes mértékben használni. A harmadik ilyen elképzelésem, hogy meg kell vizsgálni azt is, hogy van-e igény arra, hogy a Széchenyi út környékét a buszközlekedésbe bevonjuk, hisz 2001-ben, amikor a Vámosi körút kiépítése került, akkor ez úgy történt kialakítás, hogy a temető mellett egy későbbi buszfordulónak a lehetősége megvan, és ott a Temető utca és a Széchenyi út környékének a közelebbi megközelítése a buszfordulókhoz, illetve a buszmegállókhoz megoldható, ha erre van igény. Ugyanilyen dolog még, hogy az utóbbi időben egyre inkább elterjed az urnás temetés, és azért erről is kell beszélni, ki kell alakítani a temetőkbe azokat az urna helyeket, ami megoldja ezeket a gondokat, a problémákat. Beszélni kell arról, hogy most már több mint 10 éve működik a nyugdíjas klub, de a támogatásuk az úgy működik, hogy vagy egyesületen keresztül, vagy valamilyen módon. Jó, egyetlen egy mondatom van még. A Bálmaszabadi kint lévő menekültábor épületével kapcsolatban csak annyit, hogy azzal nem szabad foglalkoznunk, mert egy időben már foglalkoztunk, és több mint 1 milliárd forintba kerülne annak szociális célú felújításának semmilyen módon nem alkalmas arra. Más állami ingatlanokra kellene gondolkodni. Azt gondolom, hogy meg kell
15 év múlva támaszkodik a mozgatóanyag lesz, képviselni kell. Érdemes végignézni itt a közönségen, az egy kezemen meg tudom számolni, hány olyan fiatal van, aki az én születési dátumomban született, talán három. Éppen ezért azt gondolom, hogy ez egy változás, ez mindenképpen 2014. október 12-e, és azt gondolom, hogy ez is egy változás lesz. Ilyen nem volt még Rámoszabi történetében, hogy egy fiatal testületi tag legyen. Azt gondolom, hogy minden generációt be kell vonni ahhoz, hogy a falu működjön eredményesen. És egy olyan csapatmunka eredményeként kell megszületni a helyes úton járó Rámoszabadinak, ahol a fiataloknak is képviseltetni kell magukat. Azt gondolom, hogy ez nem ok arra, hogy bizalmatlanok legyenek velem szemben, hiszen nekem is van véleményem, én is határozott vagyok, és én is tudok igennel és nemmel szavazni. Azt gondolom, hogy a bizalom mellett a kommunikáció, ami nagyon fontos, hiszen generációk közötti kommunikációs hibák vannak. Azt gondolom, hogy egy képviselőnek tudnia kell, nem csak képviselőnek, egy embernek tudnia kell a gyerekhez is, tisztelettel fordulni, ahogy az idősek iránt fordult, és az idősek szemében is köteles meglátni azt a lehetőséget, amit a gyermek szemében lát. Valamint az eredményességet szeretnék én itt még rátérni, hiszen nagyon sokan emlegették a pályázatokat. Azt gondolom, hogy felelőtlenül pályázatokat megírni, megnyerni nem lehet. Olyan pályázatokat kell küzdeni, és olyan pályázatokat kell nyerni, ami tesz a faluért, ami az akármelyik generációt szolgál. Úgy érzem, hogy ebben a kampányidőszakban, ha lehet ennek nevezni, nagyon sok mindent tettem, és azt hiszem, hogy egy 23 évemmel bizonyítottam azt, hogy a faluban élek és vagyok, és szeretném most már, ez most már a végkimenetel nem rajtam fog múlni, amit lehetett megtettem, ezért én nagyon szépen megkérek mindenkit, hogy egy változás fog eljönni, tehát ebben is változtassunk, hogy minden generáció képviseltetesse magát. Köszönöm. Miért van az, hogy a rázomlónak mindig annyira föntre kerülnek a fejek, hiába húzkodom le fölakában? Döntsdák, így. Hogy ott? Tudom, én nem biztos, hogy stabilan. Várja, várja, várja! Ilyetekben az önkormányzat sem fog tudni sok mindent tenni. Vannak feladatai, amit természetesen el kell látni, szociális ügyek és egyéb dolgok, a gazdaság megszervezése, de igazából elsősorban az önkormányzatnak az a feladata, hogy vezényelje, tehát a képviselőtestületnek, hogy vezényelje ezt a dolgot, és igazából ehhez ki kell nyitni. A kinyitást pedig azt értem, hogy átláthatóvá kell tenni a működést, ki kell tenni az előterjesztéseket például. Mai napig nincsenek kint egyelőre visszamenőleg az előterjesztések a honlapon, ami a döntések alapján számítja, vagy jelenti. De augusztus végén hoztak egy határozatot, törvénysértő ez a dolog, szeptember végén. Jó. Csak azt mondom, hogy ezt rendbe kell rakni, tehát az átláthatóságot biztosítani kell. A másik a nyitottság, az pedig azt jelenti számomra, hogy a minden lényeges döntés előtt fórumot kell teremteni arra, hogy a lakosság megismerje a témát, körüljárhassa, előkészítések megtörténjenek, és utána a döntés már sokkal megalapozottabban megtörténhet, mint ahogy eddig történt. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy ebben a nyitottságban egyrészt a modern eszközöket felhasználjuk, informatikát. Én azt gondolom, mint informatikus, és látszik is a tevékenységem, hogy nagyon fontos számomra, hogy ezt a faluban széles körben biztosítani kell, annak a korosztálynak is, aki jelenleg mondjuk otthon nem használ informatikát vagy internetet. Én magam is felajánlok egy ilyen lehetőséget, hogy oktatást, ehhez nem kell képviselőtlenni, természetesen felajánlás annélkül is ér. A faluházban szívesen támogatom ezt a lehetőséget, van önkormányzati lehetőség, nyitott terek, ahol ezt lehet gyakorolni. Köszönöm szépen! Én készültem egy egész papírnal, kettővel jobban, mert szeretnék felolvasni. Üdvözlök mindenkit! Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, az önkormányzatnak és legfőképpen önöknek, minden megjelentnek, aki eljött meghallgatni minket.
Talán képviselő és polgármester társai közül pár nap múlva egy asztalnál fogunk ülni és beszélgetni nagyon komoly dolgokról. Ezért tisztelettel köszöntöm őket is. Most pedig röviden magamról pár szó. Tóth Gézának hívnak, születésem óta Vámosszabadin élek, itt, ahol élnek szüleim, éltek nagyszüleim, dédszüleim, és még sorolhatnám. Itt élnek gyermekeim is, Bendegúz és Napsugár. Közel 40 év telt el azóta, hogy itt lakom, és itt szeretném leélni az egész életem. Miért mondom ezt önöknek? Mert ez a mondandó lényege. Vámosszabadi az én életem. Vámosszabadiért élek. Nagyon sok itt élő embernek szeretnék köszönetet mondani ezért. Akik neveltek, akik segítettek engem. Vannak olyanok, akik már nincsenek is az élők sorában. Ideje a sok jót és szeretetet meghálálnom. Kérem, engedjék meg nekem, hogy bizonyítsam alkalmasságomat, és elmondhassam itt, hogy mik az elképzeléseim a jövőnket illetően. Szükséges az állam felkínált lehetőség, állami felkínált, által felkínált lehetőségek kiaknázása, de nem minden áron. Nem kellnek haszontalan beruházások, hiába támogatja az állam. Nincs szükségünk olyan beruházásokra, amik sosem térülnek meg, és a fenntartásra is rengeteg pénzbe kerül. Szükséges viszont az olyan fejlesztés, ami önfenntartó és még profitot is termel a közösségnek. Ezért minden olyan elképzelés támogatja fogok, ami jó az itt élő embereknek. Nem szeretnék szakítani a múlttal, én arra szeretnék építeni. Büszke vagyok arra, hogy ilyen szépen én élhetek. Fontosnak tartom a hagyományokat az életemben, és ezen hagyományok tovább örökítését. Hiszek az összefogás erejében, ugyanis közösen sokra vagyunk képesek. Fontos az összefogás. Hiszek abba, hogy összetartozunk, egymásra vagyunk utalva. És ez így jó. Hiszek abban, hogy nem csak egy faluban élünk, hanem egy valódi közösség vagyunk. Igazi nagy család. Bízom abba, hogy a jelöltek azért indulnak, mert valóban tenni akarnak, ezért a helyért, ahol élnek. Jó lenne a jövőbe látni, de sajnos én sem tudok. Viszont a jövőnket mi magunk alakítjuk, ezért fontos, hogy hogyan és mit cselekszünk. Legfontosabb pedig az, hogy most, amikor a választások lesznek, mindenki elmenjen szavazni és elmondja a véleményét, amit egy kis kereszttel fog kifejezni. Így alakítsuk és formáljuk a közös jövőnket. És természetesen a legfontosabb szót a végére hagytam, ez pedig az, hogy köszönöm mindenkinek. Tisztelt választópolgárok! Balassagyarmaton születtem, 37 éves vagyok. 14 évesen kerültem Győrbe. Kis gyermekkoromtól zenélek, középiskolai és főiskolai tanulmányaimat zeneművészetűre végeztem el Győrbe. 2013-ban Münkölcsön akkor költöztünk családokkal Vámosszabadra. 2000 óta tanítók, 2011-től a Harmónia Művészeti Iskola cselló, gitárszakos zenetanára vagyok. Zenész család vagyunk, két kisfiam van. Férjem Klausz Tamás zongorista, nagyobbik fiam Máté dobos. Alig egy éve lakunk a Dunamocában, de családi együttesünk többször is megnyilatkozott a falu különböző eseményein. 2014 márciusától a Borostyán nyugdíjas kórust is vezetem. A kórussal a rövid idő ellenére több sikeres fellépésen vagyunk túl, nagy öröm számomra a közös munka. Szeretünk Vámosszabadin élni. A nyugdíjas kórus aktív részvételével szeretném a közösséget, kicsiket és nagyokat, fiatalokat és időseket megismertetni a zenélés és az éneklés örömeivel. A helyi óvoda és tagiskola önállóságát Vámosszabadi jövőjében kiemelten fontosnak tartom. Több olyan programot szeretnék, amiben a három generáció, óvodások, iskolások, nyugdíjasok szorosan együttműködve együtt ünnepelik születésnapjainkat, a falu rendezvényein együtt mutatkoznak meg. Bizárni Vajda Líviát támogatom a polgármesteri jelöltek közül, mert benne látom azt a határozottságot és őszinte tenni akarást, ami Vámosszabadi jövőjét pozitívan meghatározhatja. Emellett mind a fiatalabb, mind az idősebb generáció számára is képes egy békés, nyugodt környezetet teremteni, ahol az itt élő ember jól érezheti magát. Képviselőként szívesen segíteni kulturális tapasztalatokban a testület munkáját. Visszaveszem a szót, és szeretném megköszönni mindenkinek a bemutatkozását.